Sziasztok! Ma Lego Jurassic World kész lett, méghozzá menekülés a pörgő gömbben nevet képviseli. Hát ugye érdekes ez a készlet, mert a Jurassic World második film a Bukott Birodalomból lenne ez a készlet, vagy jelenet, ami icipicit eltér a filmtől, annyi különbséggel, hogy nem volt ott kompletten egy pörgőgömb állomás, ahonnan, mikor ebbe beleültek, ugye a Carnotaurus ott volt. Hát most a kis dinót lehet mondani, hogy ott volt, de ez a kocsi se volt ott, ami éppen szállítja a pörgőgömböt, illetve azt a mozgó laboratóriumot, ami rajta van. De attól függetlenül viszont rohadt jó készlet, nekem nagyon tetszik. Nézzük, mik vannak itt. Itt lényegében ezt már ezen kívül megvan így mindegyik. Ez mondjuk ez jó drága, a Lockwood birtok, ugye hatalmas ház, meg hát ugye az Indoraptor miatt. Nem tudom, majd lehet, hogy kamu Legóba megpróbálok beszerválni Indoraptort. Jé, ninja reklám is van itt. Na, nézzük akkor ezt a készletet, hogy mik vannak hozzá. Kezdjük mindjárt szereplőkkel, itt van Claire Deering. Két arcú figura, ilyett arc, komor arc, így be volt fonva a haja, mint a filmben, úgyhogy ez így ekte stimmel. De Owen Grady, mi más, őt is kapjuk hozzá, annyi, hogy most ez a pulcsia nem olyan szürkés, mint átlagban, amikhez járnak a magazinokhoz, vagy a készletekhez, inkább ilyen kékes, és ugye ilyen karmolási nyom, mint hogyha oda karmolt volna egy dino, persze vérfolt sehol. Ugye Owennek is az a szokásos két arca van. És ugye egy szereplő, Franklin. Ugye ő a Bukott Birodalomba és a Dominionba szerepelt. A Dominionba már ilyen... Mi is volt az? Ahol ilyen... Beépítették az embereket ilyen nyomozó irodába dolgozott. A második részben meg ilyen... nem tudom, talán híradás technikai, vagy valami ilyesmi volt. Érdekes módon ilyen mérges arc és egy ilyen félős arc. Hát nagyon mérges sose volt, inkább mindig csak félt a filmbe. Na, megvannak a figuráink. Nézegessük meg a Carnotaurust. Milyen jó, hatalmas nagy dino. Ugye már egy Carnotauruson van a krétakori tábor sorozatos készletből. Ugye, amit megtaláltak a csatornán a lejátszási listába a Jurassic World készleteknél. Ugye ez a Carnotaurus annyival másabb, hogy kicsit világosabb a színe, és nincsenek sebb helyek rajta, mint a másikon. Majd csinálok egyszer egy ilyen Lego dinók videót, hogy milyen Lego dinóim vannak, de egyelőre még nem. Még akarok venni egy-két készletet, és majd akkor meg lesz. Szóval ugye itt van egy ekte, ugyanolyan nagy Carnotaurus, jó nagy kinyitható szájjal, mozgatható fej, karok, lábak, és ugye minikarok, ez a farok rész, aminek mindig elmondom, hogy semmi értelme nincs, hogy ezt ugye elpörgeted. Nem tudom, ki találta ki, de tényleg. Úgyhogy őt is ide rakom hátra. Na, jöjjön akkor a helyszín, ez egész nagy, ugye ide kell majd berakni a pörgő gömböt, a gyroszfér, ugye angolul, amivel itt mentek benne, és ugye van itt egy ilyen kis fészek, ott egy ilyen kis dínó volt, tehát azért mondom, hogy maga a filmben ilyen jelenet nem volt, hogy vad kis dínó fészek a gyroszférnél, úgyhogy viszont van játék funkció, ugyanis a tetején itt ugye ilyen lávák vannak, hogy amikor úgy folyik a láva lefele, akkor ugye menekülnek, ugye amikor kitört a vulkán a szigeten, de ezt majd mindjárt megnézzük majd a végén. Megnéztük itt a dolgokat, úgyhogy ez a gyroszfér, vagyis pörgő gömb állomás, egy egész jó helyszín. Na, de még akkor jöjjön az a hatalmas furgon, ami itt vontatja épp a pörgő gömböt. Na, ugye ilyen pörgő gömböt már láttunk az egyik készletbe, amihez volt az első filmből a
Gray, ugye a kisebbik srác. Ugye ott kellett az, hogy mondjuk kár, hogy ezt nem tudják megoldani Legóba, hogy ugye így szépen így kinyíljon az oldalára. Na jó, mondjuk ez inkább rögzítésnek van. Mind a két oldalánál, mert ugye itt így kell szétszedni. És akkor fogod ott, oda bele, na miért nem jön ez szét? Na így. Oda ugye beleülteted a csávót, ezt vissza kell rá rakni. És akkor ugye két oldalánál lerögzíteni, és még van hozzá ilyen repedés. Tehát ez ilyen, nem tudom, hogy gyárilag-e rajta volt, mert ugye ezt használtam, vettem meg kifutott készlet. És ugye akkor beleül a pörgőgömbbe, akkor tud vele menni. Na ezt szépen ide is berakjuk a kilövőbe. Illetve ugye itt van a kocsin rajta, amin vontatták. Ugye ezen is van itt egy ilyen piros kis pöcök. Hogy aztán ki lehet ezzel is lőni. Magáról a kocsiról, vagy hát ezen a platóról. Itt még van egy ilyen kihajtható, hát ilyen lámpaszerűség. Meg egy radar. Bár úgy tényleg nem értem ezt a pörgőgöm szállítósdit, mert a filmekben ugye ilyen nem volt. Tehát ez csak valami egyedi cucc. Ugye ott van a szállítóban egy tojás, csontok tehát, meg radar, tehát nem is értem az összefüggését ennek az utánfutónak, hogy pörgőgöm szállítóz, miért kell tojás, meg csontok. Na mindegy. Ezt leteszem ide. Ugye ami nekem nagyon tetszik ebben a készletben, ez a hatalmas úgymond furgon terepjáró keverék, mert hát nem lehet Monster Truck, mert nem akkora a kereke, viszont tényleg ilyen marha nagy, tehát mindenen átmegy. Na de nézzük meg körbe ezt a Verdát. Mindjárt láthatjuk, hogy van ott egy ilyen Stukker, ilyen, minek nevezik azt, ilyen kábító pisztoly. Ami tetszett, hogy a teteje, van a tetején egy kilövő, mondjuk ez nem forgatható, viszont egy figurát ide lehet állítani bele, aki ugye lövöldez. Kocsin látunk rendszámot, lökhárítót, rakás lámpát, van itt egy ilyen kipufogó, Jurassic logó, és ugye a kis laboratórium, amit mindjárt leszedek, de még előtte valami. Ugye, ki? Tehát van visszapillantó a kocsin, és méghozzá nem is akármi, egész jó nagy. Ugye lámpákkal, ilyen marha nagy, amit nem tudom kitervezett, vagy hogy lehetett annyi esze, mert az ajtót lényegében ennyire lehet kinyitni, jó, hát maximum, hogy ezt teljesen kiforgatod akkor, de nem is értem, hogy miért lett ez így megtervezve, mert jó, oké, hogy a Lego figurát nem tudod ajtón keresztül, hiába nyitott ki beültetni, mert kevés a hely, de ha már visszapillantottunk egy ekkorát, akkor miért akarja fél ajtót? Na. Ugye ezt levéve, ugye hát itt szimplán ilyen a furgon, meg hát össze lehet kötni a kocsit, és akkor itt tudja húzni. Nézzük meg a kis mini labort, és akkor lehet leszedni ugye tetejét. Ja, mert persze ilyen könnyen, ilyen egy-két elem rögzik ki csak. Van ott egy komputer, villáskulcs, hát ez nem tudom mi. Rádióvevő, vagy nem tudom, de miért lenne egy fiókos szekrényen, amit ki lehet nyitni. Ugye a kocsi tetején levő kilövőnek a lövedékei, azt raktam bele, az alsóba meg ki tudnám nyitni. Így, ugye ott vannak benne a csont, meg ilyen injekciós tű. Viszont ez egy egész jó újítás, hogy ilyen fiók és bele lehet rakni ezeket a tartozékokat. Tehát ezt mondjuk a Lego Citybe is berakhatnának ilyeneket. De tényleg ez tök jó így. Akkor nem kell vele szenvedni, hogy hova tegyed. Na és akkor ugye szépen rajta. És ugye, hogyha attól függetlenül, hogy rá van kötve az utánfutó, ugyanúgy vissza lehet rögzíteni, és stabilan rajta is van. Na, még mielőtt végeznénk itt, ugye a játék funkciók, hogy ugye itt a végén a kilövő, és akkor ugye ezt is megpöckölve már ki is lehet lőni a pörgőgömböt. A másik, hát ez most bízok benne, hogy nem fog darabokra hullani. Ugye itt a fa tetejénél van az a piros fogantyú. Ugye azt, ahogy kihúzod, akkor szépen így lenyílik. Mondom szép, most le van terhelve, vagy nem jó raktam bele.
ugye ennek le kéne nyílnia. Igen, erről beszéltem. Gyorsan összeszedtem ugye ezeket a cuccokat, hogy lehullik a láva, aztán potyog minden irányba. Nem tudom, hogy minden darabját összeszedtem, de szerintem még egy valahol van, majd előszedem. Szóval jó nagy Jurassic készlet helyszínnel, itt van-e. Kocsival, minden, dino, szereplők. Hát ennyi lett volna az a set bemutató, srácok. Ha tetszett, dobj egy lájkot, ha nem tetszett, iratkozz fel, és nézd meg a többi videót. Sziasztok!